3 újnyi távolságot kell hagyni a gyümölcsök közt ahhoz, hogy legyen helyük nőni. Ennek a barackültetvénynek a tulajdonosa épp azt magyarázza, hogy itt az idő, hogy megritkítsák az ágakon növekvő terméseket, hogy azok nagyobbra és szebbre nőjenek. Az elmúlt 2 évben a késő tavaszi fagyok jelentős kárt tettek a tavasszal elsőként virágzó gyümölcsfákban, a kalszi és az őszi barasz terméshozama 2020-ban és 2021-ben is 80%-kal csökkent. Idén viszont jó hír, hogy bőségesen lesz termés ezekből a gyümölcsökből. Az időjárásnak köszönhetően túléltük ezt a kis hidegebb körülményeket. Az idei év volt az első, hogy kijöttünk éjszaka füstölni. Ez így március 15-e környékén volt, akkor apuval kint töltöttünk 3 éjszakát, és akkor nagyon szorgosan füstöltünk, hogy próbáltuk a fagytól ugye megvédeni a termést. Szép volt, nagyon szép virágzásunk volt, kedvező volt tényleg az időjárás hozzá, úgyhogy azt gondolom, hogy az idei évben is azért elég szép termésre számíthatunk. A tavasszal elsőként virágzó gyümölcsfák legnagyobb ellensége a fagy, de a csapadék hiánya is óriási problémát jelent évről évre a termelők számára. A csapadéknak a mennyisége az évről évre kevesebb. Ugye a tavalyi évhez képest az idén 80 mm-rel kevesebb csapadékot kaptunk, ami azt jelenti, így számszerűsítve, hogy ilyen 90 és 100 mm közt volt ebben az évben csapadék, ami viszont elég kevés. Az, hogy mennyi termés lesz a fákon, egy több lépcsős termékbecslési folyamat eredménye. Egy biztos, ebben a szezonban lesz annyi barack, amit bőségesen tudunk frissen fogyasztani, vagy akár térre elrakni.